helyzetet mindenki látja. Néhány percig tartott csak a közgyűlés pénteken délelőtt, az Éjjel-Szekszárd frakció tagjai közül ugyanis senki nem jelent meg a teremben, így a testület határozatképtelen volt. A képviselők 7 zárt és 7 nyílt napi rendi pontot tárgyaltak volna. Szerettük volna megkérdezni Bomba Gábort, hogy miért maradtak távol, ő viszont nem fogadta a hívásunkat. Néhány perccel a kezdés előtt az ÉSZ frakció Facebook oldalán tettek közzé egy bejegyzést. Ebben azt írták, szerintük nem kapták meg időben az előterjesztéseket. Dr. Gábor Ferenc, Szekszárd jegyzője viszont azt mondja, ez egyszerűen nem igaz. Hivatalos értesítést nem kaptunk, de a kollégáim jelezték, hogy Facebookon azt a jelzést tették, az el nem jött képviselők nem kapták meg időben az anyagot. Ezt szeretném cáfolni, hiszen az előbb elmondottak alapján péntek 9 órát megelőző 24 óra az csütörtök 9 óra, és kedden ment ki a meghívó, és szerdáig minden előterjesztés kiment, tehát nem igaz az, hogy időben nem kapták meg az előterjesztéseket. Vagyis az előterjesztéseket az SMS szerint szabályosan kapták meg az Éjjel-Szekszárd képviselői, mégsem jelentek meg a közgyűlésen. Pedig a jegyző szerint több fontos és sürgős témáról is dönteni kellett volna. Például az egyik önkormányzati cégnél új vezetőre lenne szükség. Távfőszolgáltató is szeretne egy számára előnyös szerződést kötni, távhővásárlási szerződés, ezzel jelentősen csökkenthetne a cégnek a kiadása, akkor ezt sem fogja tudni megkötni. Ezen túl voltak fejlesztésekkel, projektekkel kapcsolatos határidős döntések, ezek sem tudnak most megszületni. Az egyik legfontosabb téma a szekszárdi szüreti napokkal foglalkozott volna. Az infláció és az áremelkedések miatt ugyanis át kell alakítani a programot. A Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai el is végezték az ehhez szükséges előkészítő munkát, tárgyalni viszont azokat nem tudták a képviselők az Éjjel-Szekszárd távolmaradása miatt. És szerettünk volna egy tulajdonosi döntés megszülessen ennek érdekében. Mivel sajnos a mai közgyűlésen erre nem került sor, így kénytelenek vagyunk várni, de hát értelemszerűen az idő sürget mindannyiunkat ahhoz, hogy a város lakosságának el tudjuk mondani, hogy milyen feltételekkel rendezhető meg az idei fesztivál, ahhoz kellenek a tulajdonosi döntések. Hogy Szekszárdon mikor pótolják a most elmaradt közgyűlést, azt még nem lehet tudni. Szerettük volna Bomba Gábortól azt is megkérdezni, hogy legközelebb részt vesznek-e majd azon. Őt viszont hiába hívtuk, nem vette fel a telefont.